Jó napot kívánok! Önök szerint? Nem. Szerintük nem. A gyerekek beiskolázása Magyarországon nagyon nagy terhet jelent a családoknak, különösen azoknak, akiknek a mindennapokban is anyagi gondjaik vannak. Sajnos, ők még mindig nagyon sokan vannak. Ezért kérünk, hogy segíts, hogy minél több gyereknek tudjunk venni írószert, füzeteket, táskát, hogy nekik is jól kezdődjön a tanév. Hidd el, tényleg számít az adományod, sok kicsi sokra megy. Idén a Kutyapárttal 2,5 millió forintot szeretnénk gyűjteni tanszerekre, hogy minél több szervezetnek, minél több településen, minél igazságosabban el tudjuk osztani. Fontos nekünk, hogy helyi civilekkel dolgozunk, akik közelről ismerik a helyi sorsokat. Most elsősorban pénzt gyűjtünk, mert a szervezetek ezt tudják a legrugalmasabban felhasználni. Konkrét igényekre gyűjtünk, pontosan azt fogjuk beszerezni, amire szükség van. Helyi politikusaink természetesen elmennek megismerni a helyzetet, csak nem megyünk gyereket simogatni meg pózolni. Ha adományozol nekünk, akkor most segíteni tudsz Ózdon, Nyíregyházán, Székesfehérváron, Berettyóújfalun, Szendrőn, Ormányoson és még sok más településen. Idén olyan szervezetekkel dolgozunk együtt, mint az Igaz Gyöngy Alapítvány, a Van Helyed, a Tanújtesó és Iványi Júliáék iskolája. Adni mindig jó, de jól adni a legjobb, és jól adományozni azért nem is annyira egyszerű. Összegyűjtöttünk néhány hasznos tippet, hogy mire érdemes odafigyelned, hogyha érdemben szeretnél segíteni. Adj szívvel és ésszel, így lesz igazán jó érzés. Először is az aranyszabály. Csak azt adj, amit te is szívesen elfogadnál. Azt adj, amire tényleg szükség van. Keres helyben jól működő civil szervezetet az adományodnak. Ők ismerik a legjobban az érintetteket. Tárgyat vagy pénzt adományozzál? Ha tárgyat szeretnél adományozni, fontos észben tartani, hogy mennyi munka járhat a szállítással, szortírozással, egyéb logisztikai feladatokkal. A pénzadomány a legrugalmasabb, azt mindig jól fel tudják használni a szervezetek. Előkészítés, szállítás, szortírozás, kiosztás, ez mind-mind munka és idő. Még a leglelkiismeretesebb szervezetnek is végesek a kapacitásai, szóval, hogyha nem tudják kiüríteni a lakásodat 3 napon belül, akkor az nem feltétlenül ellened szól. Nézz körül a környékeden, hogy milyen kis helyi szervezeteket találsz. Nem mindig csak a mamut szervezeteknek van szüksége adományokra és támogatásra. Ha teheted, tájékozódj, ismerd meg, hogy milyen egy etikus szervezet, erről például a civil szervezetek honlapjain is sok információt találhatsz. Kövess nyomon az adományodat, érdemes tartani a kapcsolatot. A lista bővíthető, rengeteg módon adományozhatsz jól. Figyelmetekbe ajánljuk például az adjukössze.hu kiadványát, ők elég sok mindent összegyűjtöttek a helyes adományozással kapcsolatban. Adjatok sokat és jól! És nekem!